Üdvözöllek benneteket, akkor ahogy elhangzott, Mátrai Zsolt vagyok, az MVM Paksi Atomerőmű Technológiai Oktatási Osztályának a vezetője. Körülbelül 10 évvel ezelőtt a 108%-os teljesítménynöveléssel elértük az 500 megawattot, és még most is találtunk pár éve egy lépcsőt a turbinák újralapátozásával, egy plusz lapátsor beépítésével még ilyen 10 megawattokat találtunk, és így értük el a jelenlegi teljesítményünket. Karbantartásilag viszont bármi, tehát hogyha bárki belefut bármilyen karbantartási problémába, amire valószínűleg valamilyen ragasztási megoldás segíthet, akkor itt vagyunk, rendelkezésre állunk. Elég valószínű, hogy van rá megoldásunk. Tehát ugye a ragasztókkal szemben ilyenkor a kihívás az, hogy kisfelületen tudjunk nagyon nagy szilárdságban ragasztani, és ezeket jól esetben automatizálni. A termék, amit gyártanunk kell, viszonylag könnyen használható, általában ezek már vezeték nélküliek, tehát akkumulátoron működnek, és ezért ebből kifolyólag a ragasztásnak nagy terhelést kell kibírnia. Itt például egy nyomásmérő csonk jön ki, azt tudni kell, hogy ott 70 bár van, ahol ezt a tömítőszalagot használjuk, és minden további nélkül tudjuk használni, nincs vele semmi probléma. Henkel szakembereit szoktatok elhívni ismétlődő oktatásra, vagy házon belül gyakorlati szerelések, hogy oldjátok meg, hogy fenntartható legyen ez a minőség? Ezek a bevonatok egyébként nagyon egyszerűen kezelhetőek, és ezt sokszor nem mérlegeli eléggé egy karbantartási vezető, hogy ez egy nagyon könnyen, jól járható út, és nagyon tartós út lehet, ami az ő életét, és ugye így természetesen a termelést jól támogatja. Vízszivattyú esetében elég gyakori ugye a kavitáció, amit a Lőrinc is említett, és itt tudunk ezekben a kérdésekben segíteni rajtatok, mint karbantartó mérnökök. A Loctite 243-as termékünk, ez egy közepes szilárdságú csavarrögzítő termék. Egy komponensű, könnyen lehet használni, könnyen felvihető a felületre. Kikeményedése után egy hőre keményedő műanyaggá térhálósodik, ami a menetes rések között kikeményedve ugye anyagzárást biztosít, ezáltal tartja fent nekünk a csavarrögzítési tulajdonságait. Nagyon jól ellenáll a hőmérsékletnek, 180 fokig kibírja a különböző alkalmazásokat, illetve a vegyi anyagoknak is nagyon-nagyon jól ellen tud állni.